Sorsdöntő vita várható Brüsszelben az uniós csúcson. Ha elfogadják a gázársapkát, az tovább mélyíteni az energiaválságot. Nincs nyugalom a déli határon, minden nap újabb és újabb migránscsoportok próbálnak betörni az országba. Ma kezdik felkeresni a számláló biztosok azokat, akik nem töltötték ki online a népszámlálási kérdőívet. Csaknem 2 millióan nem éltek a lehetőséggel. Árstopos élelmiszerekkel, olajjal és cukorral üzletelő csalókat fogtak el az adóhivatal nyomozói. 6 milliárd forintos kárt okoztak. Ez a híradó délben az M1-en és a Dunán. Köszöntöm nézőinket, Ábrahám Viola vagyok. Ma kezdődik a kétnapos uniós csúcs találkozó Brüsszelben. A fő téma egy újabb Oroszország ellen kivetett szankció lesz, a gázársapka. Az Európai Bizottság javaslata körül nagy vita várható, sokak szerint az ugyanis tovább mélyíteni az európai energiaválságot. A magyar kormány már korábban világossá tette az álláspontját. A budapesti kabinet úgy látja, a javaslat egyenlő lenne a gázembargóval, vagyis Moszkva közölte, ha az Unió bevezeti a gázársapkát, azonnal leállítja a gázszállítást. Éppen ezért Orbán Viktor miniszterelnök a háborús szankciós politika átgondolását szorgalmazza majd Brüsszelben. Elég volt az elhibázott brüsszeli szankciókból. A tegnapi maratoni kormányülés után írta ezt a közösségi oldalára Orbán Viktor. A kormányfő a háborús szankciós politika átgondolását és ésszerű alapokra helyezését fogja szorgalmazni a csúcson. Erről döntött végül a kabinet. A miniszterelnök sajtófőnöke közleményében úgy fogalmazott, világossá vált, Brüsszel legújabb javaslata a gázársapkáról Magyarország számára a jelenlegi formájában gázembargót jelent. Szintén a ma kezdődő kétnapos EU csúcs volt a téma az Európai Parlament tegnapi ülésén. A bizottság elnöke megismételte javaslatát, miszerint ársapkát vezetne be a földgázra az Európai Unió egész területén. Az Európai Bizottság elnökének javaslata egy közös árképzéssel, úgymond ársapkával korlátozná az Európába érkező földgázárát, illetve a közös vakcina beszerzéshez hasonlóan közös energiahordozó beszerzést is szorgalmazna. Toldi Otto, a Klímapolitikai Intézet kutatásvezetője a Kossuth Rádióban úgy fogalmazott, Ursula von der Leyen javaslata nonsens. Lassan okafogyott az ársapka, mert amiért ugye eltervezték, az lassan megszűnik. Hát földgáz, az eredeti földgáz mennyiség, amit Oroszország ugye vezetékeken szállított Európába, annak a 9-10% érkezik ma. Lassan nincs mit szankcionálni, lassan nincs mire ársapkát bevezetni. A közös beszerzés nem fogja megoldani az Európai Unióban kialakuló gázhiányt, erről pedig a századvég konjunktúra kutató ZRT energiapolitikai üzletág vezetője beszélt az M1-en. Hortai Oliver hozzátette, a legnagyobb probléma, hogy az EU a közös vakcina beszerzéshez hasonlítja most a közös gázbeszerzést, és úgy tűnik nem gazdasági, hanem sokkal inkább politikai alapon hoz döntéseket. Az Európai Bizottság a saját politikai érdekeit, a közösség gazdasági és abban az esetben egészségügyi érdekei elé helyezte. Az elmúlt hónapok szankciós politikája szintén rámutatott arra, hogy az Európai Bizottság már a közös platform megalakulása előtt is elkezdte megkülönböztetni a lehetséges beszállítókat, és politikai alapon rangsorolni ezeket a szervezeteket. Lehet, hogy a gázársapka célja az, hogy mérsékelje az árakat, de pont az ellenkezőjét fogja erősíteni. Erről pedig már a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára beszélt egy facebookos videóban. Dömötör Csaba hozzátette, ezzel az Európai Unió azt is kockáztatja, hogy nem lesz elég gáz. Ha ugyanis Brüsszel árlimitet határoz meg a gázimportra, akkor Oroszország dönthet úgy, hogy ez a hatályos szerződések felülírása, és ezen az áron már pedig nem szállít. Ez azt jelenti, hogy amit ársapkának neveznek, az valójában egy gázembargóval egyenértékű. Az államtitkár világossá tette, az EU átlagosan 40%-ban függ az orosz földgáztól. Németországban ez a szám 49%, míg Magyarországon 85%. Így ha nem jön orosz gáz, ezt a mennyiséget nem lehet egyik napról a másikra pótolni. Dömötör Csaba leszögezte, Magyarország részére Ursula von der Leyen javaslata inkább jelent problémát, mint megoldást. A tagállamok vezetőinek az Európai Tanács elnöke szerint 3 kérdésre is választ kell találniuk a ma kezdődő csúcs találkozón. Hogyan csökkentsék a keresletet és ezzel együtt növeljék az ellátásbiztonságot, illetve hogyan fogják vissza az elszabaduló árakat? Kapcsolunk Brüsszelbe Baracka Eszterhez. A hírek szerint eltérőek az álláspontok. Egy ilyen helyzetben mit lehet elérni, milyen megállapodásra számíthatunk a csúcson?
Jó napot kívánok! Itt tulajdonképpen ennek a mostani csúcsnak az a feladata, hogy kijelölje az irányt, megmutassa az utat, és hát, hogy felmérjék azt is, hogy melyik az a megoldás, ami mögött a legtöbben sorakoznak fel a tagállamok közül. Abból a javaslatcsomagból ugyanis, amit az Európai Bizottság letett az asztalra, jogszabály készül, ezt az energiaügyi miniszterek fogják kidolgozni, és ami nagyon fontos, többségi döntéssel, tehát meg kell nézni, hogy mi mögött mekkora a támogatottság. Ugye két nagy vitás kérdés van jelen esetben, az egyik az, hogy legyen-e gázársapka, itt két tábor áll egymással szemben. A tagállamok egy része, akikről jelen pillanatban annyit tudunk, hogy 15-en biztos vannak, ők azt szeretnék, hogyha lenne valamiféle gázársapka, többféle elképzelés is van ezzel kapcsolatban. A másik az ellenzők tábora, köztük a legnagyobb tagállam Németország is. Ők egyrészt azzal érvelnek, hogy egy ilyen lépés az ellátásbiztonságot veszélybe sodorná. Azután van olyan érv is, hogy az Európai Unió lényegében elvágná magát a globális gázpiacokról, az LNG hajókat átirányítanák mondjuk Ázsiába, ahol van erre kereslet. És hát olyan érv is van, hogy tulajdonképpen egy átmeneti kényszerintézkedésről lenne szó, és közben elkezdtek csökkenni a gázárak a tőzsdén, tehát tulajdonképpen nem is kéne ilyen lépést megtenni. A másik vitás kérdés, hogy hogyan segítsék azokat a fogyasztókat, akiket a legjobban sújtott eddig az energiaválság. Itt Franciaország és a mediterrán országok egy közös hitelfelvételt sürgetnek, amelyért az európai tagállamok GDP arányosan vállalnának garanciát. Ellene vannak a fiskálisan szigorúbban gondolkodó északi országok, például a németek is és a hollandok is. Az ő érvük az, hogy 600 milliárd euró még mindig van a helyreállítási alapban, ezt kellene elkölteni, az Európai Bizottság pedig 40 milliárd eurós költségvetési átcsoportosítást javasol erre a célra. Ezt az előző költségvetési ciklus fel nem használt, de még felhasználható kohéziós pénzeiből fedeznék. Baracka Eszter, köszönjük szépen! A szankciók jók és helyesen fogadták el őket. Erről beszélt az Európai Parlamentben a Jobbik EP képviselője. Gyöngyösi Márton nem először állt ki az elhibázott szankciók mellett. Korábban is arról beszélt, hogy a szankciók működnek, és ennél nincs jobb megoldás. Ráadásul nem ő az egyetlen ellenzéki politikus, aki így látja. A Jobbik mellett a DK, az MSZP és a Momentum is kiállt már a szankciók mellett. A szankciók működnek, és helyesen fogadtuk el az eddigi megszorító csomagokat, így kezdte felszólalását a Jobbik EP képviselője szerdán Strasbourgban. Gyöngyösi Márton szerint csak így lehet véget vetni a háborúnak, ráadásul, mint fogalmazott, szerintem minden olyan országot büntetni kell, amely támogatja Oroszországot. Az EU-nak minden országot szankcionálnia kell, amely Oroszországnak katonai technológiát nyújt, vagy együttműködik orosz vállalatokkal a katonai technológia gyártásában. Tegyük világossá Kína, Irán és India számára, hogy segítve Oroszországot és megkerülve a nyugati szankciókat, az nekünk vörös vonal, fogalmazott a képviselő. A szankciók miatt van az infláció, vagy amiatt emelkednek a gázárak, ez tényszerűen nem így van. Nem Gyöngyösi Márton az első ellenzéki politikus, aki kiáll a szankciók mellett. A Momentum országgyűlési képviselője nemrég az M1-en mondta azt, hogy szerinte hiába okoz egyre nagyobb gondot az energiaválság Európában, továbbra is támogatni kell az uniós szankciós politikát. A szankciók nem csak azért fontosak, mert az európai egység miatt fontosak, a szankciók azért fontosak, mert Oroszország megtámadta Ukrajnát, és a gázár is elsősorban ezért emelkedik. A szankciók működnek! Gelencsér Ferenc a párt elnöke és egyben frakcióvezetője a parlamentben beszélt arról, hogy szerinte a szankciók működnek. Örülök annak, hogy létrejött a szankciós csomag. De Karácsony Gergely is az uniós szankciós politika mellett állt ki egy augusztusban kiszivárgott videóban, amelyben a főpolgármester azt hitte, hogy kijevi kollégájával beszél, de valójában egy áll Vitali Klicskónak a kérdéseire válaszolt. Szerintem nagyon határozott és kemény szankciókkal lehet megállt parancsolni. A baloldal következetesen a szankciók mellett érvel, a Gyurcsány Ferenc vezette demokratikus koalíció és az MSZP is támogatja az Oroszországnak szánt, de Európát lassan nyomorba döntő büntetőintézkedéseket. Én nem látok jobb lehetőséget, mint hogy azok a szankciók, amik egyébként igenis működnek. Tehát mindenki, még egyszer. És korábban a baloldal bukott miniszterelnök jelöltje Márki-Zay Péter is arról beszélt, hogy szükség van a brüsszeli szankciós politikára. Tud jobbat mondani a szankcióknál, a
akkora szóljon. Gyöngyösi Márton pedig újra és újra elmondja, hogy a szankciók jók, ráadásul annak ellenére támogatja ezeket, hogy a felmérések szerint a magyar emberek ezt máshogy látják. A magyarok döntő többsége a háborút és az elhibázott szankciókat okolja az áremelkedésért, erről írt az Origó a napokban. A portál egy friss kutatást szemlézve kiemelte, a megkérdezettek 56%-a gondolja azt, hogy a háború befejezésének egyenes következménye lenne az infláció mérséklődése. Ráadásul a kérdést még a baloldali szavazók is így látják. A norvég légierő felderítő repülőgépei ellenőrzik az Északi-tengeren található olajkutak és gázvezetékek biztonságát. A műveleteket azután kezdték meg, hogy a múlt hónap végén szabotázs miatt megsérültek az északi áramlat gázvezetékei. A repülőgépek a térségen áthaladó hajókat és repülőgépeket ellenőrzik, különösen arra figyelve, hogy azok tudják-e azonosítani magukat. Felszállásra készítik fel a norvég királyi légierő Orion megfigyelő repülőgépét. Az északi áramlat gázvezetékeinek a múlt hónap végén történt megrongálódása óta a norvég hadsereg rendszeres felderítő repüléseket végez az északi tengeren. A küldetések célja a térségen áthaladó azonosítatlan repülőgépek, drónok és hajók felkutatása. Szúrópróbaszerűen ellenőrzünk hajókat. Inkább mi okozzunk meglepetést, mint nekünk mások. Résen kell lennünk, mert a szomszédunk háborúban van, mondta a küldetést vezető veterán pilóta. A repülő a kulcsfontosságú tengeri olajkutak és a gázvezetékek vonalán járőrözik. A katonai hírszerzés akciói jellemzően nem a nyilvánosság előtt történnek, ezért a személyzet szerint a küldetés nem csak a feladat miatt szokatlan, hanem az azt övező nyilvánosság miatt is. A norvég hatóságok abban bíznak, hogy a média jelenlétével csökkenhet a jövőbeli szabotázsok valószínűsége. Hogy a múltkori robbantásért ki a felelős, azt továbbra sem tudni. Az Egyesült Államok és Oroszország egyaránt tagadja, hogy közeledett volna az akcióhoz. A gázvezetékeket ért sérülések óta Oroszországból nem érkezik földgáz Németországba, ami a kontinens egészén tovább súlyosbítja az energiaválságot. A Gazprom szerint legalább egy évre van szükség a sérült vezetékek helyreállításához. Korlátozná a boltok vasárnapi nyitvatartását a zágrábi kormány. A vállalkozások rezsiköltségei 3-4-szeresére nőttek néhány hónap alatt, ezért ezzel az intézkedéssel próbálnának spórolni Horvátországban. Kiriák Krisztina jelentkezett. A tervek szerint a turisztikai idény kivételt képezne a rendelet alól, ugyanis nem teljes boltzárról döntene a kormány, 16 vasárnap kivételt jelentene az évben. Hogy melyik vasárnapról lenne szó, azt a boltok maguk határozhatják meg. A drágulás miatt jelentősen csökkent az egy évvel korábbihoz képest a villamos energiafogyasztás Szlovéniában. A spórolás érdekében sok vállalat jelentősen csökkentette termelését. Lendváról Magyar Lovrics Mirjana jelentkezett. A dráguló energia miatt számos szlovén vállalat küzd hatalmas problémákkal, egyre több cég jelent be termeléscsökkentést, üzembezárást vagy műszakcsökkentést. Egységes válságkezelés nincs, egy-egy vállalat figyelembe véve saját specifikumait, igyekszik a legjobb tudása szerint oldani problémáit. Romániában rettegve várja a villanyszámlákat a fogyasztók zöme, miután a szolgáltatók egy része több hónapos késéssel horribilis összegekről állít ki számlákat a fogyasztóknak. Hiába védi ársapka a villamosenergia árát, a romániai háztartások nagy része eddig soha nem látott nehéz időszakra készülhet. Székelyudvarhelyről Száva Enikőt kapcsoltuk. A cég azzal magyarázza a számlán megjelenő, hát logikátlanul magas értékeket, hogy a sorozatos jogszabály módosítások miatt többször volt kénytelen változtatni a szoftverén, ezért nem tudott havonta számlázni, így most több havi fogyasztás értékét törlesztik az ügyfelek. A felhasználók úgy vélik, hogy a vállalat drágábban fizetteti meg velük a nyáron elhasznált áramot. Az elszabadult energiárak miatt a háztartások zöme áttért a fatüzelésre az Ukrajnával határos Moldovában. A kormány a kialakult helyzetben a helyi hatóságok segítségét kérte a lakossági tűzifa igények felmérésében. A tűzifa ára is megemelkedett, a moldovaiak többségének pedig problémát jelent kifizetni a téli hónapokra való tüzelőanyagot. Az égbeszökő energiaárak mellett készülnek a téli fűtési szezonra Moldovában. Mivel a földgáz ára a megfizethetetlenségig emelkedett, az emberek megpróbálnak felhalmozni elegendő tűzifa készletet a hideg hónapokra.
azonban a faára is jelentősen megnőtt. A helyi lakosok szerint viszont egyelőre nincs más alternatíva. Ha az előző évekhez viszonyítjuk, a tűzifaára nagyon megemelkedett. 2019-hez 2020-hoz képest most a duplájába kerül, mondta egy vásárló a kisinyovi tűzifa telepen. Akik eddig vegyesen tüzeltek, többségükben kénytelenek teljesen lemondani a gáz használatáról. Ugyanakkor csak annyi tűzifát tudnak vásárolni, amennyire pénzük van most, a fűtési szezon elején. Ez pedig aggodalommal tölti el a lakosokat. Egy férfi arról számolt be, legalább 2 köbméterrel több fára lenne szüksége, hogy biztonságban tudja a családját, de nem volt több pénze tüzelőre. Sajnos nem hiszem, hogy elég lesz ez a mennyiség télire. Korábban reggel gázzal fűtöttem be egy-egy órára, de a gázára olyan mértékben emelkedett meg, amit már nem tudok megfizetni. Ezért a helyett is fát kell használnom, de kétlem, hogy kitart a fűtési szezonban a készletem, mondta. A moldovaiak közül egyre többen igyekeznek úgy átalakítani a fűtési rendszerüket, hogy minél kevesebb fával is hatékonyan lehessen felfűteni a házaikat. Az egyik alternatíva egy olyan csőrendszeres megoldás, ami a fatüzelésű kályhához csatlakoztatva meleg vizet keringet a házban. Ott vannak a kisgyermekes családok, akiknek októbertől márciusig, tehát az év felében fűteniük kell. Ha rendelkezel ilyen fűtési rendszerrel, akkor kevesebb fára van szükség ugyanahhoz a teljesítményhez. Sokaknak komoly terhet jelent, hogy rengeteg tűzifát kell beszerezniük, és akár naponta 2-szer is be kell gyújtaniuk, hogy a gyerekek ne fázzanak meg, magyarázta egy helybeli férfi. A moldovai kormány arra kérte a napokban a helyi hatóságokat, hogy mérjék fel a lakossági tűzifa igényeket, mivel az ország nagy részében a gázáremelkedés miatt a háztartások átálltak a fafűtésre. Az Ukrajnával szomszédos Moldova energiakitettségét az is jól mutatja, hogy egy hete már Románia szállítja az országba a villamos energiát, miután az orosz rakétatámadások következtében megrongálódtak az ukrán energiahálózatok, és Kijev energiaexport tilalmat rendelt el. Tragikus következményekkel járna a gazdasági együttműködés megroppanása az Európai Unió és Kína között, ezért Magyarország minden ilyen kezdeményezést visszautasít. Ezt mondta a külgazdasági és külügyminiszter a második Magyar Akkumulátornap rendezvényén. Szijjártó Péter kijelentette, 3 év alatt 2-szer is a feje tetejére állt a világgazdaság, és mivel az Oroszország és az Európai Unió közötti együttműködés szálait sorra elvágják, fontos lenne elkerülni, hogy ez a legnagyobb kereskedelmi partnernek számító Kína esetében is megtörténjen. Megértettük, hogy annak érdekében, hogy biztonságban legyünk a jelenlegi viharos körülmények közepette a világgazdaságban, kelet felé is terjeszkednünk kell, és az előrejelzésünk az volt, hogy a keleti társaságok egy idő után meg fogják előzni a nyugati cégeket, legalábbis a beruházási értékek befektetési volumen tekintetében, és ez történik is. Éppen ezért a folyamatos beruházás bővülés a keleti cégek tekintetében Magyarországon alátámasztja, hogy ez a megfelelő döntés volt. Kamatplafont és hitelmoratóriumot kér a vállalkozásoknak a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a kormánytól. A javaslatot a jegybank pénteki döntése indokolja, hiszen a bankok gyakorlatilag azonnal beépítették az árazásukba az új egynapos betéti tendert, amely 18%-ra emelkedett. Parag László, a társaság elnöke úgy fogalmazott, a kamatplafonnak és a moratóriumnak köszönhetően a lakossági hitelt törlesztőknek ez most nem jelent negatív változást, de az energiaválsággal küzdő vállalkozásoknak hatalmas csapás, amelynek terheit biztosan nem tudják majd kigazdálkodni. Naponta érkeznek újabb és újabb migráns csoportok Szerbiába. A vajdasági Sídben lévő befogadóközpont gyakorlatilag megtelt. A bevándorlók miatt félnek a helyiek, szerintük egyre rosszabb a közbiztonság. A migránsok azt mondják, mindent megtesznek, hogy eljussanak a kiszemelt uniós országba. Szinte mindenhol vannak migránsok a szerb-horvát határhoz közeli Sid központjában. Az illegális bevándorlók főként bevásárolni járnak ide. Az ott élők biztonságérzetét erősen kikezdte a migránsok jelenléte. Ez a helyzet kockázatos, elsősorban a lányok számára, főleg amikor csoportokban közlekednek a migránsok, mondta ez a helyi lakos.
Nőket és gyerekeket továbbra sem lehet látni a bevándorlók között. Leginkább fiatal férfiak érkeznek Szerbiába. Saját bevallásuk szerint egyre több olyan migráns érkezik, aki korábban katonaként szolgált. Én katona voltam, mivel az országunk romokban van, megtámadták a tálibok. Nem kizárt, hogy egyre több olyan bevándorló fog érkezni, aki szintén harcolt korábban, mondta ez a migráns. Az illegális bevándorlók azt állítják, semmi sem tántorítja el őket attól, hogy eljussanak az általuk kiszemelt uniós országba. A szándékuk és eltökéltségük a magyar déli határon is tetten érhető. Az elmúlt 24 órában gyakorlatilag megrohamozták a migránsok az országhatárt. Egy nap alatt csaknem 2500 határsértő ellen intézkedtek a rendőrök. Tavaly egész évben egy 120 ezer határsértőt fogtunk el, az idén eddig október közepéig 220 ezer, tehát 100 ezerrel több határsértő. A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en úgy fogalmazott, az európai emberek biztonságát szolgáló, világos és egyértelmű üzeneteket kellene küldeni a migrációs útvonalat tervező tömegeknek. Azok a javaslatok, amelyeket a magyar kormány tett, iránymutatóak lehetnének az egész Európai Unió számára. Feltorlódnak a kerítésnél, próbálkoznak, embercsempészeket fizetnek meg, és egyre gyakoribb, hogy erőszakosan lépnek föl, részben egymással szembe, különféle viták, elszámolási viták és egyéb okból, gyakran pedig azért, mert embercsempész bandák csapnak össze azért, hogy egy-egy terület, a túloldali területnek az uralmát kivívják, vagy megőrizzék. Egyre gyakoribb a fegyver, a felfegyverkezve elkövetés, a járőreink fenyegetése vagy megtámadása. Bakondi György azt is elmondta, a szolgálatba állt határvadászok becsülettel helytállnak, hamarosan pedig akkora létszámmal lesznek majd jelen a határon, hogy tehermentesíteni tudják majd a katonákat. Ami Közép-Európában és a Nyugat-Balkánon történik, annak globális biztonsági kihatásai vannak, ezért is fontos, hogy összefogjunk a terrorizmus elleni küzdelemben. Ezt mondta Szijjártó Péter egy az Iszlám Állam terrorszervezet működését figyelő munkacsoport ülésén. A miniszter arról beszélt, az orosz-ukrán háború és az illegális migráció jó lehetőséget teremt arra a terroristáknak, hogy kihasználják az instabil helyzetet. Az ISIS vezetői arra hívták fel a szervezet aktivistáit, hogy kövessenek el terrortámadásokat Európában, most, hogy az európai biztonsági figyelem Ukrajnára koncentrálódik. Éppen ezért a globális terrorellenes küzdelem szempontjából is rendkívül fontos az, hogy Ukrajnában minél előbb béke legyen, mert minél előbb lesz béke Ukrajnában, annál kevesebb szansa lesz a terrorszervezeteknek arra, hogy ezt az instabil helyzetet kihasználják és a maguk javára fordítsák. Tömegével érkeznek a bevándorlók Venezuelából, illetve a közép-amerikai országokból Mexikóba, ahonnan csak idén mintegy 2 millióan próbáltak illegálisan bejutni az Egyesült Államokba. Eközben a két ország egyességet kötött a migráció megfékezése érdekében. Több ezernyi venezuelai migráns rekedt Mexikóban, miután az amerikai hatóságok visszatoloncolták őket a mexikói-amerikai határról. Még a saját hazámban sem fogtak el bilincsben, úgy vittek el bennünket, mintha bűnözők lennénk, holott az Egyesült Államok már befogadott minket. Meglátjuk, mi lesz velünk Mexikóban. Mi csak dolgozni akarunk, nem vagyunk csavargók, mondta egy venezuelai asszony. Az elmúlt hónapokban rekordszámú venezuelai migráns próbált bejutni az Egyesült Államokba Mexikóból. A két ország vezetése azonban nemrég megállapodást kötött egymással az illegális bevándorlás megfékezésére. Eszerint az amerikai adminisztráció 24 ezer főre korlátozta a légiúton hivatalosan befogadható venezuelai állampolgárok számát. Mexikó pedig beleegyezett abba, hogy a visszatoloncolt, illegálisan érkezőket elhelyezi az országban. A mexikói elnök helyi idő szerint kedden telefonon egyeztetett az amerikai elnökkel a migrációs helyzet kezeléséről. Üdvözöljük, hogy venezuelai testvéreink megkapták az átmeneti vízumot. Reméljük, hogy Washington más közép-amerikai polgárok számára is kiterjeszti majd ezt az intézkedést, fogalmazott a mexikói államfő. Eközben azonban gombamódra szaporodnak az ideiglenes sátortáborok Mexikó déli részén, ahová továbbra is tömegével érkeznek a bevándorlók Venezuelából, illetve más közép-amerikai országokból. Alig egy hónap alatt megduplázódott a migránsok száma a táborban, ahol egyre nagyobb a feszültség és a bizonytalanság.
Jelenleg mintegy 14 ezeren várnak a mexikói bevándorlási hivatal engedélyére, hogy tovább utazhassanak az amerikai határhoz. Három napja vagyok itt, de még a papírokat sem tudtam kitölteni, mert túl sokan vagyunk. Szerintem az itteni hatóságok nem is akarnak kiadni több utazási engedélyt, mondta egy kolumbiai bevándorló. A polgármester szerint a 13 ezer lakosú városka nincs felkészülve ennyi ember befogadására. Egyre gyakoribb az áramkimaradás a táborban, akadozik a vízellátás, és nincs megfelelő egészségügyi szolgáltatás sem. Szövetségi vagy állami támogatás nélkül már nem sokáig bírjuk. Az északi határon szigorítottak, de délfelől továbbra is jönnek a migránsok, mondta a település polgármestere. Az amerikai határőrség adatai szerint ebben az évben eddig mintegy 2 millióan próbáltak illegálisan bejutni Mexikó felől az Egyesült Államok területére. A szabadság utáni vágy a magyarok vérében van, és ezt a harcos szellemet tartja életben, amikor fejet hajtunk 56 forradalmárai és fegyveres felkelői előtt. Erről a honvédelmi miniszter beszélt az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja alkalmából rendezett központi ünnepségen. Szalai Bobrovnicki Kristóf azt mondta, őseink a vérükkel írták alá, hogy a magyarok szabadságban fognak élni. Az önálló döntéshez béke kell. A békéhez pedig erő kell. Olyan erő, amely képes megtartani a békét, távol tartani határainktól mindazt, ami ezt veszélyezteti. Ez az erő pedig a Magyar Honvédség. Amikor a Magyar Honvédséget fejlesztjük, visszaadván a testület megbecsülését, önbecsülését, szervezettségét és tetrekészségét, azt akarjuk óvni, amiért elődeink életüket adták. Egy szabad és független Magyarországot. Pályaorientációs napot tartottak több száz szakközépiskolásnak a Magyar Honvédség anyagellátó raktárbázisán. A nyílt napon olyan diákok vehettek részt, akik érdeklődnek a logisztika vagy a honvédség iránt. Milyen kezes vagy? Bal. Na, végre egy balkezes. Lányok és fiúk kézbe vehették a honvédség pályaorientációs napján a fegyvereket. A bátrabbaknak nem volt elég a géppuska. A fiúk többsége ezt az aknavetőt is várra akarta venni. Több mint 300 diák érkezett a Magyar Honvédség raktárbázisára, ami közös bennük, hogy mindannyian tanulnak logisztikát. A katonaság ezen a nyílt napon mutatta be a pályaválasztás előtt állóknak, hogy anyagellátó központjukban a különböző egységeik miként dolgoznak. A járműpark, valamint a ruházati és fegyverzeti bemutatók mellett leginkább ezek raktározásának témaköre kapott főszerepet. 10. vagyok és logisztikai egyetemre megyek majd tovább. Hát igazából elég sok hasznos infót mondtak, ugye megnézhettünk, beülhettünk gépekbe, fegyvereket megnézhettük, ugye ide is beülhetne. Tapsoljuk meg őket! A Honvédség és a Magyar Logisztikai Egyesület már második alkalommal szervezett hasonló bemutatót, látványos és interaktív programokkal készültek. Nem arról szól, hogy beülünk egy irodába is unalmas, hanem legalább tudjuk, hogy miről is van szó. Ez elég érdekes, ez a katonai műsor, amit előadnak nekünk. A fiatalok beleshettek a katonai térképészet és a meteorológia folyamataiba, de bemutatták nekik, hol tárolnak egy új helikoptert, vagy éppen egy honvédségi teherautót. A legsikeresebbek általában az új fegyverek, amik bekerültek a Magyar Honvédségbe, az új egyenruha, és természetesen a szirénázó autók, amiket nagyon szeretnek nyomkodni a gyerekek, a Sightman kísérő és az egészségügyi biztosítást végrehajtó autók. És akkor itt ugye tűzkész áll. A bemutatón több mint 300 diák vett részt. A rendezvény célja, hogy minél szélesebb körben megismertessék a fiatalokkal a katonai logisztikai ismereteket, és minél többen ezt válasszák hivatásuknak. Ma kezdik felkeresni a számláló biztosok azokat, akik nem töltötték ki az elmúlt 2,5 hétben online a népszámlálási kérdőívet. A számláló biztosok hétköznap és hétvégén is dolgoznak. Akiket nem találnak otthon, azoknak hagynak értesítőt egy következő időponttal és telefonos elérhetőséggel, amelyen új időpontot lehet egyeztetni.
Árstopos élelmiszerekkel üzletelő csalókat fogtak el az adóhivatal nyomozói. A bűnszervezet tagjai a szomszédos országokból szereztek be nagy mennyiségben olajat és kristálycukrot, amelyeket itthon értékesítettek illegálisan. Ezzel több mint 6 milliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek. A nemzetközi akcióban csaknem 50 helyszínen tartottak házkutatást, ingatlanokat, bankszámlákat zároltak, valamint autókat és készpénzt is lefoglaltak. Az ügyben 32 embert hallgattak ki, 6 gyanúsítottat letartóztattak. A hűtőszekrényben és a fagyasztóban rejtegette a kábítószert az a bajai férfi, akit a nyomozók fogtak el a napokban. A 33 éves gyanúsított helyi lakosoknak adta el a kábítószert. A házkutatás során a rendőrök kábítószergyanús növényi származékot, fehér port és tablettákat találtak. A férfit kihallgatták és kezdeményezték a letartóztatását. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszakát mutatja be a Sétatörténelem című videósorozat legújabb epizódja. Az interaktív kisfilm sorozatot Bagi Iván Karinti gyűrűvel kitüntetett humorista Duhonyi József producerrel összefogva álmodta meg. A filmsorozatban virtuális sétákon tárják fel a magyar történelem ismert és titokzatos eseményeit. A fiatalok ahhoz vannak hozzászokva ebben a nagy média zajban, és hogy ennyiféle inger bombáz minket naponta, hogy félperces, háromperces videókat nézzenek maximum, és menjenek tovább a következőre. Tehát nekünk egy ilyen térben kellett fölvenni a ritmust és a fordulatszámot, és valahogy megszerettetni velük ezeken a videókon keresztül a történelmet. Október utolsó hétvégén rendezik meg a keresztény film és könyvnapokat az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A fesztiválra ingyenes a belépés. Vetítik majd egyebek mellett a Magyar Passió című játékfilmet, de láthatja a közönség a tavalyi eukarisztikus világkongresszusról készült dokumentumfilmet is. Ez a filmnapok pont arról szól, hogy egy kis fényt hozzunk, egy kis örömet szerezzünk, és merem állítani, és ismerem az eddigi keresztény film és könyvnapokat, hogy az emberek, akik eljönnek, azok teljesen másképp fognak onnan távozni. Egy ilyen filmet megnézni, hatalmas élmény, és szó szerint kifényesedve jönnek ki a moziból. Mától országszerte játsszák a mozik a Blokád című filmet. Az alkotás az 1990-es taxis blokád idején játszódik. Központi alakja Antall József, a rendszerváltás utáni első szabadon választott miniszterelnök. A film főszerepeit Seres Zoltán és ifja Vidnyánszky Attila mellett Gáspár Tibor, Vég Zsolt és Tóth Ildikó alakítják. Magyarország a Blokád című filmet nevezte a 95. Oscar-versenyben a nemzetközi film kategóriában. Más több mint 1.280.000 forint gyűlt össze a Jónak lenni jó adománygyűjtésen. A közmédia idén a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének gyűjt. Aki szeretne segíteni, hívja a 13600-as telefonszámot, ahol a 96-os kódot kell beütni. Minden hívás 500 forint támogatást jelent. A jutékonysági akció fő eseménye december 18-án lesz, amikor szokás szerint egy egész napos műsorfolyammal készül a közmédia.